Túró Dóra, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője, aki itt van most velünk is. Kedves józan gondolkodású honfitársaim, köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttetek. Ha nem is állunk a Kodály köröndig, de legalább a Mi Hazánkos rendezvények közül talán ez a legnagyobb létszámú, amit eddig megélhettünk. Nem lesz kötelező az oltás, hiszen nem diktatúrában élünk, ez egy szabad ország, hallhattuk áprilisban Orbán Viktortól. Azt is mondta a Magyarország miniszterelnöke, hogy az oltás golyóálló mellény, mindannyian vegyük fel, lepattan róla a vírus, és ha mindannyian beoltottuk magunkat, akkor egyszerűen nem lesz kit megfertőzzön a vírus. De van ott még, ahonnan ez jött. Gulyás Gergely azt mondta, hogy senkinek nem lesz szüksége harmadik oltásra. Szintén idén áprilisban a kormány infón hangzott el ez a kijelentés. Merkeli Béla szerint nem csak hogy harmadik oltás, de negyedik hullám se lesz, sőt, 2022-ben egyenesen nem lesz Covid Magyarországon. Ami viszont lesz, na tudjátok mi, nyájimmunitás. Merkeli Béla és Rusvai szerint már 5 millió oltottnál. Szlávik 5 és 6 millió közé tette a nyájimmunitás elérését. Ezeken mindegyiken túl vagyunk, és valahogy mégis napi 10 000 fertőzöttről szólnak a hírek. Alig egy éve azt is olvashattuk a vakcinákkal kapcsolatban, hogy legfeljebb 1-2 napig tartó mellékhatásaik lehetnek, és valószínűleg élethosszig meg fognak bennünket védeni. Na hát minden megtörtént abból, amit elmondtam, csak az nem, amit ők mondtak, mert a valóság az egészen más. És ezek után, hogy ilyeneket nyilatkoztak, volt pofájuk októberben teleplakátolni az egész országot azzal, hogy az oltás működik, és Magyarország működik. Ez egy hazugság! Mert hogy mi a valóság? Augusztus 1-e és október vége között az összes fertőzöttnek közel a fele, konkrétan 48%-a oltott volt. És nem csak az oltásról és a fertőzésekről kell beszélnünk, hanem a lezárásokról is. Mert igenis, ember életeket, életéveket követeltek azok az idők, amikor mindannyian, mi mind a 10 millióan lezárásokkal éltünk. Növekedett az öngyilkosságok száma, az elhízás brutális mértékű lett Magyarországon, a mentálhigiénés betegségek jelentkezése a fiatalok körében soha nem látott mértékűre emelkedett. De volt értelme ezeknek a lezárásoknak? Talán most már a kormány is beismerő vallomásként belátja, hogy nem. 2020. november 10-én, tehát tavaly, egy évvel ezelőtt, senki nem volt beoltva Magyarországon, nagyjából 4100 volt a napi új fertőzötteknek a száma, és mindent lezártak. Most, idén, egy évvel később, 2021. november 10-én 6 millió ember be volt oltva, és napi új fertőzöttek száma több mint kétszer annyi volt, mint egy évvel ezelőtt, 8300. És mégsem zártak le semmit. Hát mi ez, ha nem beismerő vallomás, ha nem a beismerése annak, hogy teljesen fölöslegesen zárták le az egész országot, hiszen ha 8300 fertőzöttnél nem tartják indokoltnak a lezárást, akkor nyilvánvaló, hogy fölösleges volt 4100 fertőzöttnél is. De rengeteg ember elveszítette az állását,
rengeteg ember vállalkozása tönkrement, és rengetegen szenvedték meg azt az időszakot, amikor hónapokon keresztül nem tudták a normális életüket élni. Megszokhattuk már azt, hogy hazudoznak. Láthatjuk azt, hogy félrevezetnek minket kezdettől fogva folyamatosan. Az is nagyon gyakori eszköz ennek a kormánynak, hogy megbélyegeznek bizonyos csoportokat. De most Magyarországon módszerváltás történt. A kormány most már azt mondja, hogy aki nem oltakozik, az ne is egyék. Most már nem a vírus az ellenfél, hanem az oltatlanok lettek a veszélyforrás. Ők azok, akiket megbélyegeznek, akiket mindenhonnan ki akarnak szorítani. A Mi Hazánk mozgalom közösség elleni uszítás miatt feljelentést tett a kormány kommunikációja miatt. November 21-ére oda jutott az új világrend építése most már Magyarországon is, hogy elveszik a munkád. Mert valójában mi is az, amiért mi itt vagyunk? Olyan alapvetés miatt vagyunk itt, hogy egy tanár azt taníthasson. Hogy egy orvos, egy ápoló az gyógyíthasson. Hogy a szociális dolgozó gondoskodhasson rólunk. Hogy a tűzoltó tüzet olthasson, a rendőr vigyázhasson ránk, a honvéd megvédhesse a hazát. Azért vagyunk itt, hogy működjön az állam. Mert Magyarország miattuk működik. Nem a kormánypropaganda és nem az oltás miatt. Nekik jár a köszönet. És nem csak morálisan felháborító a kormánynak ez a rendelete, hanem azért, mert egy olyan helyzetben hozták meg ezt az intézkedést, amikor így sincs elég tanár, így sincs elég orvos, így sincs elég szociális dolgozó, így sincs elég tűzoltó, rendőr és honvéd. A kormány nem tudja felmérni, hogy milyen következményei lesznek ennek a rendeletnek, hogyha ezt ebben a formában hatályában tartják. Nem tudják megmondani, hogy hány iskola fog megszűnni, nem tudják megmondani, hogy hány egészségügyi intézményt kell bezárni, nem tudják megmondani, hogy hogy fog talpon maradni a szociális ágazat, hogy ki fogja a tüzet oltani, ki fog megvédeni minket, és hány honvéd fogja védeni a hazánkat a határkerítés mentén. Nem tudják megmondani, ennek ellenére ész nélkül, különbségtétel nélkül mindenkire rá akarják erőltetni ezt az oltást kötelező jelleggel. Na ezt kell megállítanunk. És amikor azt gondolnánk, hogy Orbán Viktor gyáva magatartásánál nincs rosszabb, azért, hogyha szétnézünk a magyar politikában, azért lehet, hogy találunk ilyet. Ja, Orbán Viktor gyáva módon a munkáltatókra igyekszik tolni a felelősséget, és azt mondja, hogy a munkáltató teheti kötelezővé az oltást. De van Magyarországon valaki, aki még ebben a kérdésben is Orbánabb az Orbánnál is, aki azt mondta, hogy ő azt is el tudja fogadni, hogyha nem csak a munkavállalóknak, hanem hogy alapból mindenkinek kötelező lesz az oltás Magyarországon. És azt is mondta egy interjúban, hogy a kormány mostani intézkedéseit ők nem fogják támadni, ők nem fognak a kötelező oltás ellen beszélni. Hát ki ez a politikus? Márki-Zay Péter. Ez a megnyilatkozása is mutatja, hogy ők valójában egy tőről fakadnak, és az új világrend magyarországi helytartói ugyanúgy, ahogy a Fidesz is kiszolgálja ezeket a hatalmakat, akik ezt az új világrendet most létre akarják hozni. De teljesen világos legalább mindenki számára, hogy a Mi Hazánk az egyetlen párt, amely nem hódolt be ennek a hatalomnak. Thank you.
azt is észrevehettétek az elmúlt hetek nyilatkozatai alapján, hogy elkezdtek félni tőlünk. Elindult különböző médiumokban a rettegés, hogy hajjaj, majd hogyha a Mi Hazánk bejut a parlamentbe, akkor itt mi fog történni? Különböző szakértők, elemzők már arról beszélnek, hogy teljesen kész tény, hogy a Mi Hazánk mozgalom ott lesz az országgyűlésben jövőre, és akkor... És akkor meg tudjuk állítani ezt a Covid-diktatúrát. És van még valami, amit nem tudnak felfogni, amit nem tudnak hova tenni, pedig számunkra teljesen természetes. Hogy lehet az, hogy egy magát nemzeti radikális erőnek valló párt az, amely az emberek szabadságát hangsúlyozza? Pedig a mi generációnk meghatározó élménye 2006. Nagyon sokan, akik a Mi Hazánkban vagyunk, a 2006 őszi események miatt kezdtünk el a politikával közvetlenebbül is foglalkozni. És 2006-ban mi volt a feladatunk? Hogy kiálljunk a magyar igazság, és kiálljunk a magyar szabadság mellett. Most sincs másról szó. Nekünk ez természetes. Mert mi azért jöttünk létre, abban fogant a mi politikai szerepvállalásunk, hogy bántják a magyarokat, hogy a szabadság jogaikat korlátozzák, hogy a hatalom el akarja venni a saját szabadságát minden egyes embernek. Hogy a saját állama támad rá a magyar népre. Ez volt 2006-ban is, és ez van most is. Nekünk természetes volt akkor is, hogy a magyar emberek mellé állunk, megvédjük a szabadságukat, az igazságukat, és ezt tesszük most is. És ha a parlamentbe kerülünk, ott is ezt fogjuk tenni. Állítsuk meg együtt a Covid-diktatúrát. Köszönöm.